Harcos Bálint. Szofi átváltozik. Szofi vásárolni ment mamával egy nagy áruházba. A bejáraton épp velük együtt lépett be egy kisfiú is a mamájával. Szofi körülnézett, és elámult. Hú, mennyi csillogós ruha, és mennyi tükör! Oda néz, mama! Szofi fel is próbált egy szoknyát, és megnézte magát a tükörben. Majd megpördült. A szoknya nagyon szépen pörgött. Szofi ezután felvette egy nagy tollas kalapot. Először erre fordult, aztán arra. És ekkor, micsak, észrevette a kisfiút, aki épp egy sálat tekert a fejére. Szofi ránevetett. Szia! Én Szofi vagyok. Szia! Én meg Tomi. Szofi levette a kalapot és kacsintott egyet. Játszunk? Mit? Kérdezte a kisfiú. Átváltozósat! Jó! Kacagott föl Tomi, és elszaladtak. Szofi azt mondta. Legyünk bohócok! Oké, bólintott Tomi. Szofi jobbra szaladt, Tomi pedig balra. És közben hopp! Fölkaptak mindketten egy nagy pár cipőt, egy pizsamát és egy piros pingponglabdát. Egyszer csak megjelent a boltban két bohóc. Az igazgatónéni odafutott. Olala! Mi ez itt? Egy cirkusz? Az egyik bohóc hasra esett. A másik meg nevetve behúzta őt a téli ruhák közé. Tomi azt súgta. Most legyünk fák! Szuper! Kacagott Szofi. Tomi jobbra szaladt, Szofi pedig balra, és hishus, összeszedtek egy csomó zöld zoknit meg két anorákot. És az áruházban buff! Feltűnt egy bokor, meg egy fa. Az igazgatónéni meghökkent. Hűha! Hogy nőtt ide ez a két növény? Hívják a kertészeket! De a fa és a bokor eliszkoltak a tornaruhák mögé. Szofi azt kuncogta. Most legyünk oroszlánok! Rendben! Biccentett Tomi. Szofi balra szaladt, Tomi pedig jobbra, és közben zsupsz! Mindketten magukhoz vettek egy sárga tréninget, egy balettszoknyát és egy bojtos sapkát. És a boltban... Wow! Ugrándozni kezdett két oroszlán. Az igazgatónéni megrémült. Jesszum, Pepi! Oroszlánok! Hívják az állatkertet! Az oroszlánok csaptak párat a parkukkal, aztán beugrottak a vödrök közé. Tomi azt suttogta. Most tudod, mik legyünk? Rablók! Hunyorított Szofi. Tomi balra szaladt, Szofi pedig jobbra, és közben pikpuk fölkaptak két szemetes zsákot, két zseblámpát és két fekete harisnyát. És az áruházon végigvonult két rabló. Az igazgatónéni majd elájult. De szent főzelék, hisz ezek rablók, hívják a rendőrséget. Ám a két rabló csak jót nevetett, és besurrant az ágynemük mögé. Tomi ekkor nagyot szusszant. Most pedig legyünk egy nagy dínó. Aha! Csettintett Szofi. Tomi előre szaladt, Szofi pedig hátra. Közben hik-huk, fölkaptak egy porszívót és egy nagy lepedőt. És a bolt közepére bam, bam, kilépett egy óriási dínó. Az igazgatónéni haja az égnek állt. 1000 krumpli fül, egy dinoszaurusz, meneküljünk! Ám a dínó csak vihogva besétált a növények közé. És
Most kinek öltözzünk be? Kérdezte Tomi. Ám ekkor megszólalt a hangos bemondó. Figyelem, figyelem! Egy Tomi nevű kisfiút és egy Sophie nevű kislányt keresnek a mamáik. Tomi és Sophie pedig előpattantak. De mintha valami furcsa történt volna velük. Én Tomi vagyok, emelte meg a parókáját Sophie. Én meg Sophie vagyok, hajolt meg Tomi. És mind a ketten nevettek. A mamáik is elnevették magukat, és végül visszaöltöztették őket. Sophie-t Sophie-nak, és Tomit Tominak. Majd búcsút vettek az igazgatónénitől, és kiléptek az áruházból.